Sziasztok, én Péter vagyok a Lost Biker csatornától. Én pedig Gábor, a hétköznapi motoros. Egy különleges videósorozattal készültünk nektek. Tavaly októberben volt lehetőségünk együtt túrázni pár napot az Isztrián, és közben mindketten elkészítettük a saját felvételeinket. Az eredményt egy rendhagyó kísérletnek szántuk, mivel a készülő videót mindketten a saját ízlésünk szerint vágtuk össze, így kiderül majd, mennyire másképp, vagy éppen mennyire azonos módon látjuk a világot. A megjelenéseket és az epizódok felosztását összehangoltuk, kicseréltük az egymásról készült felvételeket, de nem láttuk el egymást instrukciókkal, nem egyeztettünk, nem láttuk egymás epizódjait sem. A videóban bármi nemű egyezés, az csak a véletlen műve, így izgalmas lesz minden egyes videó megjelenés nekünk is. Ezt az összesen 7 epizódból álló sorozatot mindkettőnk szokásától eltérően szerda esténként nézhetitek meg, azonos időben este 7 órakor a Lost Biker és a hétköznapi motoros csatornán. Az epizódok végén és a leírásban megtaláljátok minden videónak a párját. Kattintsatok és nézzétek meg, hogyan látta Péter ugyanezt a kalandot. Jó szórakozást! Sziasztok! Reggelt. Na hát végre sikerült magam kialudni, nem keveset aludtam, és úgy érzem, hogy most már azért úgy jó, így az alvás. Na most ez az utolsó nap, tehát most fogunk hazaindulni. Éjszaka esett, meleg az nem ilyen, de hát ez van. Na hát ahogy látható, a malac az már fenn van, a macskákkal együtt. Na, ez valami csüngő hasó, úgy látom. Sziasztok! Hogy vagytok? Jön a malac. Szia, malac! Jól van, malacka! Jól van! Na most a malac az szerintem túl sokat nevelkedett a macskákkal, és elkezdett dörgölőzni, és ennek megfelelően hát nem lett tiszta a nadrágom, de nagyon cuki-muki. Jól van. Na, egy kicsit itt szétnézek az udvaron, aztán utána pedig kezdődik a reggeli, akkor visszatérünk még. Hát ma olasz nem hagy béki. A malacnak én rendkívül szimpatikus vagyok. Én mondjuk nem szeretném, hogyha belém dörzsölődne, mert akkor végképp fülig leszek szaros. Felmenekülök előle ide az emeletre. A kérdés, hogy a malac követte engem ide. Sziasztok! Nem tudom, mit tesznek a macskák. A
mondom, hogy a malacnak, annyira szimpatikus vagyok a malacnak, hogy ez valami elképesztő, csak én nem szeretném, hogy belém dörgölözzön. Az előbb befúrta magát a lábam közé. Ja, jó, oké. Mindjárt reggeli. Nem, itt maradtuk. Nem. A malac áll az ajtóban, mint egy kutya. Jaj. Hova tudok leülni? Péterünk még nem ébredt, vagy legalábbis nem jött ki a szobából. Atya világ. Jó reggelt kívánok, kicsi fiú. Hát te? Már korábban volt. Jó étvágyat kívánok. Egyél csak, az a tiéd, megeszel. Remélem, a gyerek nem fordul le onnan a pultról. Neked. Anya. A nénőtől. Megérkezett a reggeli. A szokásos. Nyami-nyami. Egy gyerek a pulton. Mut Péter. Negyés is, mi van? Na, most következik az, amikor a házi tormát megkóstolom. Nagyon-nagyon más az állaga, mint a bolti tormának. És már csak attól, hogy beleszagolok, attól följön az orromba, az agyamba minden. Nem rossz, sőt nagyon finom, de olyan erő van benne. Oj, a városi bélemnek. Jó a reggeli. Fincsi a reggeli. Megtekintjük a járművet, ami az esküvőre kapott. Ez egy nászajándék. Galádul átvertek minket a barátaink, ugye megígértette mindenkivel, hogy nem lesz semmiféle ajándék, meg hát nem ők tehetnek róla arról, hogy én megházasodok. De aztán hoztak egy oldaldobozt, mindjárt kihozom, amin mindenkinek az aláírása szerepel. Persze az egy plusz oldaldoboz volt, és nem értettem, hogy menjünk, utazzunk, vagy mi a túlóról van szó. Szóval volt egy plusz kulcs is. Gondoltam, ki az a hülye, aki kölcsön adja nekem a motorját. Azt mikor láttam, hogy rá van gravírozva, vagy airbrusholva a nevem, akkor mondom, ez még hülyébb, még azt is kötte, hogy összefér fejek. És nagyon-nagyon nehezen esett le, hogy ez innentől kezdve mi tulajdonunk. Úgyhogy ez egy jó kis... És akkor ez micsoda? Ez egy R45-ös rendőrségi felvezető motor volt Németországban, állományban, és valami nagyon keveset volt használva, ráadásul lefolytott volt, most már nem. 27 lóerős kivitel volt, és csak ilyen vízőrség használhatta, vagy ilyen szerint ilyen konvoj előtt felvezető, nem egy rendőrségi üldöző motor volt. Kinyitom, Buda, tessék. Nincs benne semmi. Na, anyának a ruhás, vagy a ruhás készlet, amikor utazunk valahova, az ide beletér. Az a ciki az egész, hogy bárhova utazunk, nekem van négyszer annyi csomagom, mindenki. Mint a vendégvárás szentsége. Van egy ilyen fogalom, ami már rég elveszett szerintem az évezredek során, de keleten talán még megtalálható, hogy vendéget várni öröm és megtiszteltetés. Hát annak idején a házakat úgy építették, hogy külön pakok voltak azok a kis borona ház előtt levő oszlopos tornácokat, hódisállásnak nevezték, ami azt jelentette, hogy a holdús, aki jött-ment, az bármikor betérhetett oda, szögön talált magának egy kis ételt, italt,
kis szalma le volt téve, hajlékra hajthatta a fejét. És reggel, mikor felébredett a falu, a ház apraja nagyja, akkor nagy örömmel vették tudomásra, hogy vendég van a házban. És az egy óriási megtiszteltetés volt, hogy az ő házukat választotta. Na most nyilván ez most már mennyire ki van hipózva a mai világban, csupán üzletté degradálódott a vendéglátás, pedig ennek annak idején szó se volt róla, hiszen információt kaptak cserébe a helyiek. Ők hozták a híreket a nagyvárosból, a esetleg másik tájakról. Mekkora nagy dolog lehetett olyan dolgokról hallani, amiről egy hétköznapi falusi gyereknek vagy férfinak, vagy asszonynak fogalma se volt. Úgyhogy én ezt tartom szem előtt. Mi rengeteget csavarogtunk a világba, de sehol nem kaptuk meg azt, amit itt az ide érkező vendégek adnak, hogy komolyabb kapocs jön létre. Kicsit belelátunk egymás családjába, jó értelemben, és részesei lehetünk egymás életének. Akár két napra, akár egy hétre, de ez egy fantasztikus dolog minden szempontból. Ez a Boronaház egy zseniális szállás egyébként. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön és nézze meg. 7 darab szobájuk van, úgyhogy ebből lehet válogatni, itt az Őrségben, elég sok felé el lehet innen menni a nyugati irányba. Gyertek és nézzétek meg! Keressük meg a malacot. Van neki egy kis csemegém. Egy kis alma. Egy malacot hogy kell hívni? Gyere ide! Nem jön. De tényleg, hogy kell hívni egy malacot? Most megtörtént a reggeli. Isteni finom volt minden. Tehát bármi, ami ott volt a tányérom, meg a tálakom, azok házi készítésű dolgok, tehát a kolbász is, a sajt is minden házi készítésű volt. És nagyon-nagyon finom volt minden. Úgyhogy most pakolászunk, fogunk még csinálni videót, mert valószínűleg tartom, hogy külön utakon fogunk hazamenni, és akkor utána pedig meg fogunk indulni. Úgyhogy akkor készülődjünk. Jó. Ó, micsoda. Almafröccs? Yes, házi almából. Jó, akkor ezt elosztom már. No, tehát ez az a vendéglátóhely, ahol minden olyan palackba bele kell szagolni, amiben szintelen folyadék van, mert ki tudja, csokor. Lehet, hogy pálinka van benne. Igen, úgyhogy. De ez szóda. Akkor a házi almát. Na, táborom. Egészségedre. Egészségünkre. Hibátlan. Na, azért gyűltünk itt össze, hogy megbeszéljük, hogy mi volt ennek az egész túrának a következtetése, meg a tanulság. A tanulsága. Milyen élményeink voltak. Igen, hogyan sikerült együttműködni, összeműködni és összedolgozni. Kezdjem én? Kezdte. Jól. Jól? Jó. Jól. Jó. Képzeljétek el, Gábor az első utitársam, akivel nem kell azon könyörögni, hogy várjon még egy kicsit, amíg én ezt levideózom meg valami ilyesmi. Mert állandóan piszmogok a videóval, állandóan piszmognék a drónnal, ha hoztam volna, állandóan piszmogok mindenfélével. És hát Gábort ez nem idegesíti, ugyanis ez alatt ő is piszmog a saját ilyen dolgaival. Így van, bár hozzá kell tegyem, hogy te többet piszmogsz, mert nyilván neked több a kellék, és emiatt igen. Nyilván te többet piszmogsz vele. Én is piszmogok, tehát nekem meg a korábbi más egyéb túratársakkal volt ez kihívás, hogy gyakorlatilag miért állunk már meg megint. De hát itt azért, mert nekünk más hobbink is van, nem csak a... Nem de csak aztán a... olyan jó visszanézni. Igen, igen. Ugye? Másik dicséretet még hadd mondjak neked, hogy ugye én nem vagyok túl gyors reggelente, tehát hogy így lassan bútol be a rendszer, szépen lassan ébredek meg, és viszonylag jól összehangoltuk ezt a dolgot, hogy amíg én ilyen szép lassan életre kellett minden reggel, addig Gábor hajnaltól elment várost járni, megcsinálta a szokásos dolgait,
és valahogy azért viszonylag hasonló időben lettünk készen, és nagyon türelemmel viselted el azt, hogy ennek még van 8 táskája, amit még felszereli, még te egy kicsit kevesebb faxnival indulsz el, tehát ezt vettem észre, hogy nagyon nekem nem kell annyit pakolnom. Igen, nekem nem kell annyit pakolnom, ráadásul ugye neked különböző táskákban van tematikailag szétszedve a motyó, és nekem meg ugye van 2 nagy oldaltáskám, amiben jó, nekem is megvan, hogy melyikben mit rakok, de gyakorlatilag azt beleborítom, és akkor így ennyi a történet, tehát nekem nagyon egyszerű a reggeli pakolás, meg hát a, nem csak a belepakolás, hanem a motorra pakolás is, mert a 2 táskát beleteszem az oldalba, azt kész, meg is vagyunk. Úgyhogy ennyi. Igen. Jó, hát mondjuk igen, bizonyos mértékben én vehetnék példát rólad, szerintem én megint hoztam egy csomó fölösleges dolgot, de minden egyes túrán kevesebb lesz a cucc, minden egyes túrán egyre kevesebb a fölösleges dolog, de még mindig van egy csomó szerintem, tehát így mindig el kell engedni egy kicsit azokból a dolgokból, amiket hozok. Uh-huh. Most is van egy csomó olyan ruha, amit például nem használtam, mert bazi hideg volt, és csak a legmelegebb aláöltözőt használtam egész végig. Én nem is tudom, hogy hoztam. Lehet, hogy én is 1-2 dolgot feleslegesen hoztam, de alapvetően én már megtanultam azt a pakolási metódust, hogy mi az, amire tényleg szükség van, és vége, kész. Tehát semmi többet ezen kívül. Ja. Hát igen, én nekem ez még mindig túlpakolok. Tehát szerintem egy táskával kevesebbel is el lehetett volna jönni. Hát ezt már te látod. Na jó, de hagyjam otthon most mit érted? Mit tudom, hogy hoztam kis pumpát, elektromos pumpát. Érted? Ha van egy defektjavító, nál is volt. Igen. Na, azt akkor 2 hoztunk. Akkor mit tudom én, a kis szerszámosom. Tehát, hogy van egy ilyen kis kupac szerszám, azt csak elhoztam magammal. Jó, nem volt rá szükség, de ha lett volna, akkor érted? Igen, kis szerszámok nálam is vannak, van nálam elosztó, hosszabbító. Azt én otthon felejtettem. Tehát a legfontosabb a WC-papír, úgyhogy, na mindegy, sok minden van hoztál? Nálam is. Nekem a cipő hoztam, foglal persze. Nagyon nagy helyet. Én hoztam akkor, cipőt. Akkor nagyok azok a dobozok, akkor... Nálam volt egy pár cipő, volt egy pár papucs, és volt egy pár olyan vízicipő, amiben a Horvátországban ajánlják a fürdést, hát még ez is volt nálam. Baszki, akkor nem értem, hogy akkor viszont rohadt nagyok azok a dobozok, vagy, igen. Vagy az enyémek rohadt kicsik. Hát én ezzel elférek, igen. És én ugye utálom a topkészt, tehát én nem hordok topkészt, azzal jobban elfértem volna mindennel, de mondom, tehát ebbe a kettőbe én tökéletesen most belefértem. Lehet, hogy nekem is, igen, az a baj, tudod, hogy az oldaltáskák, ezek a hülye BMW oldaltáskák annyira bénák, hogy nem vízhatlanok. És ezért csak viszhatlan zsákokba tudok belepakolni. Úgy meg ugye nem tölti ki a táska formáját a cucc rendesen, és ezért biztos, hogy vannak benne ilyen légrések a izék között, a különböző formájuk is viszhatlan izék között, és ezért szerintem ott is vesztek térfogatot. Na, hát na jó. Ennyit a csomagolásról. Igen, ennyit a csomagolásról. Szóval a reggeli indulások végül szerintem egész zökkenőmentesen zajlottak, aztán utána jöttek a motorozások. Megint csak egy érdekes tapasztalat. Valakit idegesít a sisakbeszélő, valakit nem, de megállapítottuk, hogy elképesztően hasznos dolog. Igen, nagyon-nagyon-nagyon hasznos, igen, a sisakbeszélő, és nem azért, hogy most minden áron végigbeszélgessük az egész utat, hanem olyan praktikus dolgokat kell megbeszélni a sisakbeszélőn keresztül, amik tényleg lényegesek. Tehát kezdve azzal, hogy mondjuk a navigáció rossz irányba vezet minket, és akkor megállunk, fordulunk, stb. Most meg kell állni, jaj, lefagyott a kamera, akkor álljunk félre, hú, láttam valamit, menjünk vissza, forduljunk meg. Tehát ezer olyan dolog van, amiatt kell, és nem azért, mert végig szövegeljük, mert nekünk is volt rengeteg olyan időszak, amikor csak sistergett a sisakbeszélő, és igazából... Igen, amikor nincs mondani valónk, akkor nem terheljük egymást, vagy nem terheltük egymást picsogással, viszont amikor az volt, hogy valami miatt meg kellett állni, és akkor hirtelen ott egy leálló, akkor nem az volt, hogy nyakamba esett a Gábor, hanem az volt, hogy akkor le tudtunk állni, mert ő is tudott időben fékezni. Igen. És milyen jó volt, amikor közel mentem és kameráztam, és fel tudtam hívni a figyelmet, hogy ott vagyok bal hátul, hol térbe, és nem láttál, hogy ott vagyok, igen. És nehogy véletlen csinálj valami hirtelen mozdulatot, igen. Mert akkor gebasz lett volna belőle, úgyhogy
Igen, ez így. Volt még egy nagyon, nagyon praktikus elosztás, hogy én ülve motorozok, ugye egy nékiden ez nagyon más, hogy nem is kivitelezhető. Gábor meg imád állva motorozni. Egyébként elképesztő, amit művel, tehát egy szerpentinen állva megy egy ilyen nagy piszka így. Hát ez nagyon, nagyon jól néz ki. Kukáskabálva. És hát rendszeresen maradtam le tőle, tehát ez állva motorozik olyan tempóval, hogy én úgy nem mertem nagyon. Úgyhogy elég ügyesen toltad ezt a dolgot, és ez nagyon jól jött ki, amikor előmentem én ülve, a Gábor állva mögöttem, és gyakorlatilag a fejem fölött ellátott mindenhova. Igen. Olyan volt a felvétel, azért szeretem ezt a fajta felvételt, mert olyan a GoPro-val, az államra rögzített GoPro-val a felvétel, mint hogyha a drón követne. Aha. Tehát ugye nem látszik semmi, mert a motoron én túlnyúlok a felvétellel, aha, és akkor ezáltal olyan, mintha ott valakinek a feje mögött egy drón mozogna. Igen. Hát ezt szeretem. De egyébként veled jól lehetett haladni, tehát nekem meg azt tetszett, hogy nem az volt, hogy ja Istenem, most akkor hol a kanyar, hogy vegyük be, hanem hogy, tehát, hogy lehetett haladni tempóval, lehetett menni, és nekem ez például ez kell, meg ez jó, hogy nem az van, hogy mindig rád kell várni. Úgy nagyjából össze tudtuk lőni a tempónkat. Azt az elején egyébként megbeszéltük induláskor, hogy nem a csapattársa célt, hiszen 12-13 fokokba mentünk átlagosan, de ugye volt 2 fok, az volt az alja, 18 volt a teteje, azt hiszem annál melegebb nem volt. Ez nem az a hőmérséklet, ahol a tapadási viszonyok olyanok, hogy te tényleg feszegesd a határaidat. Amúgy én egyre kevésbé akarom a közúton feszegetni a határaimat, egyre kevésbé érzem ennek szükségességét. Úgyhogy mentünk egy olyan jó, kellemes, lendületes tempót. Nem kellett egyszer se szólni egymásnak, hogy te mennyi gyorsabban vagy lassabban. Úgy nagyjából úgy összecsiszolódott ez a dolog. Igen, úgy sikerült úgy megtalálni ezt az összhangot. Meg szerintem nem csak ebbe az összhangot, hanem mondjuk a videózásba is az összhangot, mert ugye nyilván neked több a kütyüd. Tehát te vagy az, aki a 360-as felvételekért felelsz, én maximum a hajmű felvételeket tudom biztosítani. Te meg a drónozásért, ugye? Ez teljesen jól jött ki. Például a Gábornak a gépére is raktunk ugye egy 360-as kamerát hátra. Az ugye 2 célt szolgált, előrefele mutatta Gábort kompletten, hátrafele meg ugye engem, amikor mögötte jöttem. Az én elől lévő 360-as kamerám, az ugye mutatta Gábort, hogyha előttem ment, és mutatott engem visszafele. Tehát, hogy egy nagyon sok felvétel van, és én azt vallom, azt lehet, hogy te mondtad, vagy nem is tudom, valaki mondta, vagy valahonnan jött ez most a túra során, hogy amit fölvettél, az már megvan, tehát abból lehet dolgozni. Így van, a vantól nem kell félni, ugye igen. Ezt beszéltük. Ja igen, tényleg így volt, a vantól nem kell félni. Igen, tehát hogy az úgy megvan, tehát abból lehet dolgozni. Nyilvánvalóan teljesen más technikával kamerázunk, tehát Péter elindítja a kamerákon a felvételt, és akkor az folyamatosan megy, én pedig ugye kapcsolgatom ki be a GoPro-t, és én úgy használom. Emiatt én lehet, hogy le fogok maradni egy-két valamiről, de az én anyagfeldolgozásom, hát hogy mondjam, gyorsabb. Időben sokkal gyorsabb és hatékonyabb. Ez tehát, úgy nézett ki, én attól kaptam sokkot, amikor ránéztünk a kártyájára a Gábornak, hogy atya úgy, de hány darab fájl van ezen? Tehát, hogy így, igen, egy 64 gigás microSD-t én kb. Egy olyan 200-250 darab felvétellel rakok tele. Igen, és így csinálsz, mit tudom én, mondjuk egy napról mondjuk 40-60 giga anyagot. Ugyanerről a napról. Nagyon maximum. Igen, ez a nagyon maximum, ugyanerről a napról én csinálok 350-400 giga anyagot. Így van. És néhány fájl van csak, de az mind 4 gigás. Igen. Te figyelj, ki tudod válogatni belőle azokat a csúcsmomentumokat, amiket tényleg érdemes berakni a videóba. Nyilván én is ezt csinálom, nekem kevesebb anyag van, amit tudok használni. Én ezt az időbeli hatékonyság miatt találtam ki, nekem ez így bevált, úgyhogy... Ja. Hát most igazából csak azért meséljük el ezeket, hogy lássátok a különbséget, hogy ezt az egész műfajt lehet nagyon sokféleképpen csinálni. Mindenkinek a saját kényelmi szempontjai, szájíze, céljai alapján kell megválasztani a módszertant, és azt kell csiszolgatni. Ez nekünk is folyamatosan csiszolódik szerintem ez a módszertant, tehát én is évről évre valamit újítok, valamire rájövök, valamit elhagyok. Hát ez igen. Igen, csiszolódunk. Úgyhogy, meg a másik egyébként, amiben a csiszolódás, meg az összhang is meglátszott, az például a szállás választás, meg a
étteremválasztás, bár ott voltak határesetek, amikor sikerült a helyi kisbüfére rábeszélnem téged, vagy például az utolsó külföldi szállásunk, amikor én amúgy meglepődtem rajta, hogy te azt bevállaltad, mert valahogy az előző két éjszaka az nem ezt hozta. Igen. De azt már láttam rajtad, hogy ott az már kellett. Igen, de ott nem az volt a szempont, hogy jó legyen, hanem az volt a szempont, hogy elszállt már az agyam, elegem volt, fáztam, untam már a motorozás, már minden bajom volt, most azonnal meg akarok szállni valahol. És akkor így, hát nem volt olyan jó, nyilván, de túl lehet élni. Tehát pont amit akkor aznap reggel mondtam, hogy egy ilyen szállás az nagyon jó lehet arra, hogy egy költséghatékony motoros túrát csináljunk. Így van, ez tény is való, hogy igen, az első két éjszaka nem feltétlenül ezt a költséghatékonyságot jelentette, de az utolsó külföldi az mindenképpen ez volt. Ezt én aláírom meg egyébként, szerintem ott a házigazdának a hozzáállása, a kedvessége volt. Az, igen, kicsit erőltetett volt a humora, mert mindegy, igen. Hát igen. Hát szezonvége volt már, igen. Szezonvégi humor volt, mondjuk így. Úgyhogy ezzel így végig is megoldottuk, igen. Úgyhogy ezzel lehetett haladni. Igen, az étterem választásnál egyébként aztán azt úgy oldottuk meg azt a problémát, úgy léptük át, hogy oké, a mai vacsora a te felelősséged, de viszed el a balhét, a holnapi meg az enyém, és akkor így csevapoltunk aznap, és nagyon jót csevapoltunk, és aztán másnap meg én nagyon akartam már egy olasz kaját enni. Hát az nem volt olyan jó egyébként, ez a horvát-olasz, tehát azért ott az a pizza, az nem volt annyira jó, viszont a halleves az szerintem első osztályú volt, úgyhogy legalább volt benne valami jó, tehát tésztád is olyan határeset volt. Olyan határeset, de figyelj, azért ki lehetett bírni. Igen, megúrottuk. A útvonalválasztás az volt a másik ilyen kérdéses dolog, hogy akkor, hogy ez a merre menjünk, merre nem menjünk, és hogy fogjuk ezt megoldani. Ugye nekem az volt a hozzáállásom, és ez nagyon jól passzolt a te ötletedhez, mert neked voltak elképzeléseid, hogy hova menjünk. Most az mindegy, hogy mi valósult ebből meg, de az elejéről beszélek. Nekem meg az volt az elképzelésem, hogy tök mindegy, én szeretek sodródni, meg szeretek valahol kikötni, ahol még nem jártam, és ugye Horvátországban nem voltam még motorral, tehát nekem aztán oly mindegy, merre megyünk. Úgyhogy így nem volt gond az útvonal választása, viszont ezt az időjárás átírta totálisan. Igen, tehát ott kerülgetni kellett a felhőket. Az meg sikerült. Annyira sikerült, hogy gyakorlatilag eddig hát nem volt eső. Hát egy-két csepp. De hát azt ne számítsuk be, tehát az egy-két csepp, az, hogy 5 percig ennyi csepereg, azt nem nevezném esőnek. Úgyhogy az esőruhát nem tudtam kipróbálni, amit a túra elején hoztam el a Fogdból. Azt sajnos egyelőre nem tudtam kipróbálni, de majd egy következő de túrán. Nem. A hideg ellen védekeztél. Hideg ellen jó volt, igen. Igen. Meg látványnak se volt utolsó, az a nagy sárga világító lebegő. Igen. Meg kész Michelin baba voltál vele. Igen. Az autópályán. Oké. Okay. Úgyhogy mentünk arra, amerre éppen az eső elől menekülve jutottunk, és akkor igazából én most ezen a túrán én rábíztam magam Gáborra. Gábor már járt többször ugye a Horvátországban, az Isztrián is jártál, és akkor te mondogattad, hogy fú, ezt nézzük meg, azt nézzük meg, és mindegyik hely nagyon jó pofa volt. Annak is nagyon örülök, hogy ott a Motovumban rávettem magam végül is, hogy fene bánja, leszarom, ott hagyom a motort úgy, ahogy van. Nem loptak el semmit róla, de ott hagytuk az összes értékünket a parkolóba, aztán lesz, ami lesz alapon fölmentünk, és olyan helyes kis város volt, meg jó kilátás. Kár lett volna kihagyni. És a hegytetőről ott lent volt egy ilyen zenei fesztivál, és pont a kedvenc számodat, a Born to Be Wild-ot játszották. Igen, a kedvenc számom. Tehát tényleg egyébként nyilván mindenki úgy, ez azért jött fel ez a beszélgetés közöttünk, mert nyilván mind a kettőnknek egy sarkalatos pontja videókészítés során, hogy milyen zenét válasszon és mit tegyen a felvételek alá. És ennek a beszélgetésnek jött föl az apropójaként az, hogy én milyen zenéket nem szeretek motoros videóban. És nyilván mindenki úgy oldja meg, ahogy akarja, ez az én ízlésem. Tehát, hogyha én meghalom a Born to Be Wild-ot motoros videó alatt, akkor azonnal elnyomom. Tehát ez már az... Na, akkor elárulom én is, hogy én mitől kapok sikító frászt. Azoktól a zenéktől, amelyben az énekhang helyett ez a sipákolás van, ilyen nagyon magas sipákolás, olyan, mintha énekhang lenne, ilyen vokál generátorral generált ilyen... Na most én nincs előttem, hogy nincs. Konkrét, amire gondolsz. Na majd akkor ide ez alá bevágok egy ilyet, de majd az artlistről, ahonnan én a zenéket szedem, leszedek egy ilyet, amiben ilyen sipákolás van, hogy mire gondolok pontosan, na én attól kapok sikító frászt. Na, azt meg is értem. Jó, rendben. Csak nagyjából ennyi volt ennek a... Valami van, amit még beszéljünk át, vagy...
Nem tudom, így motorok tényleg, arról nem beszéltünk, hogy melyik motornak mi volt az előnye, hátránya ezen a túrán. Ugye mondd már el, amit az én motoromról mondtál, az nekem annyira tetszett. Most reggel? Aha. Szóval ugye pont úgy áll, vagy úgy vagyunk itt most a majd bevágom szálláson a mindenhol, hogy rá lehet látni a motorokra, és most már ugye az F900R-ről le vannak szedve ezek a motyók, amik eddig rajta voltak, mindenféle táska, topkész, stb. És így adja ki a formáját, nyilván, mert így tervezték meg a motort, és nagyon-nagyon szép és arányos, nekem nagyon tetszik, és végre elért az a trend, nem csak most, hanem már korábban is a motorgyártásban, hogy a motornak a vége, tehát ahol a hátsó ülés véget ér, az a hátsó kerék tengelye fölé esik, tehát a hátsó kerék tengelye fölött van vége. Ugyanis egyébként ez ilyen kaférészer építésnél, ez ilyen alapelv, hogy a motor hátulja az nagyjából odáig érjen, és ezt megcsinálták. Nyilván azzal a kiegészítéssel, hogy a lámpa és a rendszámtábla tartó az igényli az, hogy egy kis nyúlvány még kijöjjön az ülés alól, de ezt most felejtsük el, nagyon szép arányai vannak így ennek a motornak. Nekem mindig is a csupasz motorok tetszettek a legjobban, csak ha már itt járunk, és nagyon nézegeti ott valaki a motorodat. Ajaj. Igen, azt pont hogy mondod, és ő pont ugyanezekkel a gondolatokkal megállt a motor mellett, és nagyon szépen megnézi. Igen. És na, a lényeg az, hogy nyilván a praktikum az megint más, és akkor itt kanyarodunk vissza arra, amit ugye beszéltünk, hogy gyakorlatilag az én motorom ugye egy nagy motor, egy nagy testű motor, annak azzal az előnyével, hogy hideg időben, esős időben ez sokkal jobban leveszi a szelet, az esőt, tehát én mentesülök ezektől az időjárási körülményektől. Hozzáteszem egyébként, hogy sokszor azért vezetek állva, hogy érjen engem is a menetcél, mondjuk ez nem most volt érvényes, ez inkább a nyári hőségben. Igen. De nyilván a te motorodon meg megint más az előny. Nekem a pakolhatóság, a nagy tank, az, hogy én kiválóan tudom állva vezetni ezt a motort, nekem ezek az előnyei, és én kompromisszumot kötöttem, mert nyilván a tiédnek meg a más előnyei vannak. Na igen, az enyémnek ugye az volt ehhez képest az előnye, hogy nyáron van menetszél, tehát minden helyzetben ülve, hát én állva nem tudok vele menni eleve, ülve gyakorlatilag jön a menetszél, és hát nagyon nagy melegekbe mentünk idén, tehát azért 35 fokban ebben a fullbőr ruhában, légzsákkal, ez elképesztő meleg tud lenni. Ilyenkor az ember így lehúzza idáig a cipzárt, egy kicsit így csinál, akkor ott bemegy a szél, átmegy az egész ruhán, hátul a kis szellőzőkön ki, és így átfúj rajtam a szél, és gyakorlatilag, ahogy egy kicsit megizzadok, így ez egy ilyen légkondivá válik. Tök jól el lehet benne lenni. De ez menetszél nélkül nem működne. Aztán nekem pont az az előnye a másik, amit te azt mondtad, hogy neked ez egy nagy motor, nekem meg azt érzem előnynek az enyémben, hogy ez egy kis motor. Tehát ez nem egy nagy méretű motor, akkor tologatni kell, egy kicsit magabiztosabban lehet kezelni, főleg felcsomagolva, tehát nekem, én ezt előnynek érzem. Én amikor kipróbáltam azt hiszem pont ugyanilyen GS-t, mint a tiéd, én nagyon nem éltem a motorozáson kívüli részét. Uh-huh. Amikor már elindult, akkor ez is ugyanúgy motor, ugyanaz a fizika vonatkozik rá, tehát tök jól ment. Nem éreztem igazából a súlyát, vagy nem éreztem nehéznek, nagynak, de a lassú manővereknél, meg a tologatásnál ott nekem az nagyon. Okay. Még a sajátomban is van ilyen gondom, most a kis 300-assal, hát ezt annyira élem, ezt a 140 kilós súlyt, tehát hogy az annyira élvezetes. Uh-huh. Na hát ezen kívül meg nem tudom, hogy van-e még más előnye. Hát nagy hátrányom ugye veled szemben a kis tankméret. Tehát ugye kétszer kellett megállnom tankolni, amíg neked egyszer. Kellemes autópálya tempónál, amit most nem mondok meg, hogy mennyi, ott azért a hatótávolságom ilyen 180-190 kilométerre csökkent, ami nagyon kevés. Ehhez ugye 150-nél már tankolsz, mert már izgulsz, hogy na lesz-e benzinkút. Hát azért az elég sűrű megállás. Igen, ami egyébként abból a szempontból nem baj, hogy akkor pihentetni tudjuk magunkat, tehát átmozgatjuk magunkat, leszállunk a motorról, stb. Igen, ilyen szempontból ez nem gáz. Tehát, hogy nekem sem volt probléma, mert nyilván akkor megálltunk és pihentünk. Tehát az, hogy én most ennek a hatótávját azért, hogyha nem bántom, akkor egy olyan 500 kilométert el tud menni, nincs kedvem egy ültőhelyemben azt végigcsinálni, tehát nyilván én is úgy is megállok. Szóval igen. Az ennyi.
Igen, üléskényelemről beszéltünk még menet közben. Egyszer fölültél rá, mondtad, hogy hú, hát ez azért kemény ülés. Ugye a tiéd se kényelmes, mert hogy neked meg alacsonyított. Ki van mélyítve az ülés, és emiatt egy ilyen U alakja van az ülésnek, ami nyilván nem a legkényelmesebb, én ezért is állok fel egyébként sokszor a gépen. Uh-huh. Hát nekem meg, én meg megszoktam. Én így oldottam ezt a dolgot meg. Mm. Mondjuk a Honda NC gyári üléséhez képest ez egy bőrfotel a nyugdíjas otthonba, tehát hogy ez gyönyörű ahhoz képest. Mm. Az még ennél is sokkal vacakabb volt, vagy az mindenki kicserélte egyébként rajtam kívül, de én azon edzettem magamat, úgyhogy nincs ilyen gondom a kényelemmel. Nézzétek meg a videókat. Igen, ugye azt nem tudom, hogy elmondtuk-e a koncepciót, tehát ez a videó, bár most már a végén vagyunk, úgyhogy már most kiderült a koncepció, de ha esetleg valakinek nem esett volna le, igen, akkor az volt a koncepció, hogy egyszerre jelentetjük meg a videókat, és láttatjuk ugyanazt a túrát egy másik szemmel, tehát Gábor a sajátjával, én az enyémmel, és meg lehet nézni, hogy ki hogyan élte meg ezt a dolgot. Igen. Voltak benne közös pontok, ahol mind a ketten rávetettük magunkat az élményekre, vagy a látványra, vagy a látnivalóra, és voltak, ahol szétváltunk, mert mit tudom én, Gábor hajnalba elment fagyizni. Igen, a hajnali felvételekért én feleltem, tehát én voltam az, aki korán keltem, és akkor elmentem sétafikálni, város nézni, vagy tengerpartot nézni, és felvételt csinálni. És pont ez a jó benne, hogy voltak olyan pontjainak a túrának, ami nekem tetszettek, vagy nem tetszettek, neked tetszettek, tehát hogy igazából tényleg egy két különböző látószög lesz, amit most már így a végére láttok, hogy hogyan történt. Na, és akkor hogyan tovább? Megyünk hazafele most már, ugye? Így van, most már a magyarországi szakaszon hazafele. Végül is a Balaton felvidéket választottuk, hogy azon megyünk végig, így Székesfehérvárig, és akkor Székesfehérvár mellett Dunaújváros fele, én meg ugye Fölveresegyház fele, úgyhogy igen. Ez a terv. Addig még, hogyha bekapcsoljuk a kamerákat, akkor még lesz egy-két látnivaló, nem tudjuk, majd meglátjuk. És hát aztán remélem, hogy a jövőben is motorozunk még együtt. Igen. Én kifejezetten élveztem, úgyhogy évi egyet azért kéne ilyet csinálni. Igen, hogyha, nekem is vagy... az jutott eszembe, hogy évi egyszer legalább össze kéne hozni egy ilyet, hogy mindenki szalad a saját dolga után, de legalább évi egyszer összejönne az, hogy akkor kinézünk valami célpontot, és akkor oda közösen elmegyünk. Na hát ezt akkor erre. Így legyen. Köszönjük a figyelmeteket, és motorozzatok sokat, de ésszel. Motorozzatok sokat. Mit szoktam én mondani? Nekem van ilyen mondásom? Nekem? Nem tudom. Én se. Nézed a videóimat? Persze. És nem tudod, hogy mit szoktam mondani? Miért? Te se tudod. Motorozzatok, amennyit akartok. Oda, ahova jó, akartok, csak csináljátok. Ne azon gondolkodjatok, hogy kéne menni. Menjetek, lehet menni. Bármilyen motorral, bárhova, bármikor. Így van. Sziasztok. Szevasztok. Sziasztok! Hello! Erre a napra már tényleg nem volt más hátra, mint hogy mind a ketten hazaguruljunk. Élveztük még egy kicsit a Balaton felvidék csodás panorámáját, de Pest előtt aztán tényleg elbúcsúztunk egymástól, remélve, hogy 2022-ben megismételhetjük a kamerázós motorozást, vagy inkább a motoros kamerázást? Na, akkor majd jövőre? Jövőre ugyanitt veletek. De valami melegebb igen. Időben. Hónappal korábban. Igen, amúgy igen. Az nem menne rossz, hónappal korábban. Na jó, oké, akkor jó utat hazáig. Jó utat, vigyázz magadra, azért dobj egy gyűzét, amikor megérkeztél. Oké, okay, rendben. A csáó. A cső. Na, csá.
Ne felejts el lájkolni, feliratkozni, és kattints a Lost Biker csatornára, hogy megtudd, Péter hogyan látta ugyanezt a kalandot.